És hogyha belegondolunk azokba a nagy ügyekbe, amikről az elmúlt két évtizedben hallottunk, akár az olajüggyel kapcsolatban, akár a NAV botrány, akár a közlekedési vállalat, vagy a malomiparban történt visszaélések, ezeket mind közérdekű bejelentők derítették föl, amiben az összes ügy ezen kívül hasonló, hogy az összes esetben a bejelentőket valamilyen retorzió érte, elvesztették a munkájukat, és gyakran teljesen kitaszítottá váltak a szakmájukban, sehol nem akarták őket utána foglalkozni. Ezek mind személyes tragédiává váltak, miközben ezek az emberek a közjó érdekében léptek föl. Az Európai Unióban nálunk a legalacsonyabb azoknak az aránya, akik hajlandóak lennének bejelenteni korrupciós bűncselekményt a környezetükbe. A megkérdezetteknek csupán 30%-a tenne így, jelentős részük azért, mert azt gondolja, hogy úgy se lenne semmi következménye, másik részük pedig egy jelentős részük pedig azért, mert fél a következményektől. Ez nagyon nincs jól így, és azt gondolom, hogy az, hogy nálunk a legrosszabb ez a mutató, ez különösen rávilágít a közérdekű bejelentők mostoha helyzetére. Gondoljunk például csak, hogy tényleg egy konkrétumot nézzük, a Vörösiszap katasztrófára, hogyha akkor lettek volna ott annál a cégnél olyan bejelentő védelmi mechanizmusok, olyan csatornák, ahol az ott dolgozók erről tájékoztatni tudnak, akkor lehet, hogy ez a katasztrófa elhárítható. Nem csak bejelentő védelmi szabályozásunk nincs, vagy ha van, akkor az nem megfelelő, hanem a bünteti jog eszközei sem veszi igénybe hatékonyan a magyar kormány a korrupció ellen. A 2010-11-es büntetőjogi módosítások óta a bejelentő üldözése, a közérdekű bejelentő üldözése többé már nem bűncselekmény, csak szabálysértés. Tehát, hogyha valaki a korrupció ellen fellép, és ezért vele szemben joghátrányt vagy valamilyen retorziót alkalmaznak, annak, aki így tesz, már nem kell büntetőjogi büntetésre számítania. Ami bejelentő védelmi szabályozásként megvalósul Magyarországon jelenleg, az tulajdonképpen látszatmegoldás. Deklarálja ugyan a törvény, hogy tilos retorziót alkalmazni azzal szemben, aki korrupciót vagy visszaélést bejelent, de hogy mi történik abban a nem várt esetben, ha a deklarált tilalom ellenére mégis retorzió, hátrányos megkülönböztetés éri a bejelentőt, erre nincs válasza a magyar államnak. Menjen az illető, keresse az igazát a bíróságon, ha kirúgták a munkahelyéről, vagy próbáljon maga kártérítési pert indítani, hogyha elvesztette a megbízásait. Az állam nem ad neki érdemben segítséget. 100 magyar megkérdezett polgárból 70 nem jelenteni, ha korrupciót észlelne. Ezzel nem csak az Európai Unióban teljesít Magyarország messze a legrosszabbul, tehát az összes volt szocialista, de már uniós taggá vált ország messze jobban teljesít ezen a téren nálunk, hanem egészen elkeserítő világranglista helyezéseket produkálunk ezzel, a vizsgált 110 országból a 70. 80. közötti helyezést érjük csak el. A platformunk ezen segít, tehát ezen, aki beküldi az információkat és bizonyos óvatosságot betart, akkor nagyjából biztos lehet abban, hogy az ő személye az nem kerül napvilágra, de ez egy kényszer megoldás, ez nem egy jó megoldás, mert a jó megoldás az az volna, hogyha az emberek, hogyha ilyen ügyekkel szembesülnek, és ez már eljutnak egy olyan arra pontra, hogy ezt a nyilvánosság elé tárnák, akkor mernék vállalni a nevüket, az arcukat, és úgy tudnának a sajtóban megjelenni. És én ezért tartom nagyon fontosnak ezt az együttműködést, hogyha valaki ezt meglépte, gondoljunk csak Horváth Andrásra, vagy Karancsi Tiborra, vagy még sorolhatnánk, egyébként nem voltak sokan, akik ilyen ügyekkel a nyilvánosság elé álltak, azok utána különféle retorziókat szenvednek el, elvesztik a munkájukat, fenyegetéseket kapnak, esetleg lejárató kampány indul ellenük, tehát egy hatalmas, hogy mondjam, pszichológiai és jogi terhet kapnak a nyakukba. Most a bevédnek az lenne a lényege, hogy ezek a civil szervezetek, akik itt most együttműködnek, tudnak ilyen segítségeket adni, tanácsokkal tudják ellátni a bejelentőt, hogy mit, hogyan, hova jelentsen be, hogyan hozzon nyilvánosságra, pszichológiai, akár jogi segítséget is tudnak adni, és én ettől azt remélem, hogy ez véget vet, vagy legalábbis csökkenti azt a gyakorlatot, hogy a bejelentőn verik el
a port az érintett felek, és inkább a bejelentéssel, a bejelentés tartalmával fog foglalkozni úgy a sajtó, mint a bűnüldöző hatóság. Számos olyan ember van ma Magyarországon, akit nap mint nap szembesül azzal a dilemmával, hogy az erkölcsi tartását tartsa előbbre valónak, vagy pedig az egzisztenciális félelem miatt maradjon csöndben. Legtöbben ma a csöndet választják. Ezeknek a közérdekű bejelentőknek szeretnénk egy bátorítást adni, egy olyan támogatást, hogy van egy védőháló. Hogyha ők kijönnek a nyilvánosság elé, akkor nem egyedül vannak, hanem van mögöttük szakértelem, van mögöttük civil kurázs, és van mögöttük egy olyan csapat, amely képes őt megvédeni. Egyrésztről nem csupán a nyilvánosság elé való lépésben segítünk, hogy hogyan is kell megszólalni, hogyan is kell a sajtóba átvinni egy ügyet, hanem olyan pszichológiai támogatást is tudunk majd adni, amelynek a lényege az, hogy ne roppanjon össze ezen súly alatt az ember, aki előtte már évekig, akár évekig örlődött magába, hogy kimerjen-e jönni, kimerjen-e állni, és igenis szükség van pszichológiai támogatásra is. De hogy amint azt az elmúlt időszakban tapasztaltuk, a jogi segítség is ugyanúgy nélkülözhetetlen, hiszen számos pert indítottak azok ellen, akik elmondták, hogy mi is történik például a NAP botrány során az adóhatóságnál. A bejelentővédelmi együttműködés civil szervezetekből áll, és az állampolgárok támogatását kéri elsődlegesen annak érdekében, hogy az állampolgárok kért föllépő bejelentők számára meg tudjuk adni ezt a védelmet. Ezért is bankszámlánkat a honlapunkon megtalálják, és bátorítjuk azokat, akik nincsenek korrupciós ügy birtokában, információ birtokában, de szeretnék azt, hogy egyre több és több ember álljon ki, és vállalja azt az erkölcsileg is igen helyes döntést, hogy a nyilvánosság elé tárja a visszaéléseket. Akkor aláírjuk ezt a megállapodást, amely megállapodás jogi erejénél fogva szentesíti azt az együttműködést, amit a következő hónapokban, években, akár évtizedekben ez a négy szervezet fog bemutatni, és a magyar társadalomért dolgozva, a bejelentőket támogatva együttműködni.